Sziasztok! Ha érdekel titeket, hogy milyen kedvenceim vannak az utóbbi időkben, ami szépségápolás, háztartás és ilyen random témákat is felölel, akkor tartsatok velem ebben a videóban. Kezdeném az arcápolással, mert hogy ezek a termékek vannak a legközelebb most így hozzám, és szerintem biztos lesznek olyanok, amiket már mutattam nektek máskor is, vagy amikről már beszéltem, amiket már ajánlottam nektek, de ez most egy ilyen összegző videó ezeknek a kedvenceknek. A Geek & Gorgeous márka elég erősen képviselteti magát ebben a kategóriában. Itt van először is ez a lemosó balzsam, ami szerintem nagyon-nagyon jó állagú, nagyon sejmes az állaga, nagyon szépen leszedi a sminkemnek a, nem tudom, szerintem ilyen 85-90%-át, ezt ugye a sminklemosás első lépéseként szoktam használni, és kímélő, nem feszül utána az arcom, nem irritálja a bőrömet, a szememet sem, ezzel szoktam a szempiraspirált is leoldani, nagyon-nagyon-nagyon szeretem, illetve amit többször említettem már, de most is kiemelném, hogy nem érzem úgy, hogy mikor használom ezt a terméket, utána kinyitom a szemeimet és elhomályosítja a tekintetemet, úgyhogy számomra ez is egy nagy pluszpont. Pluszpont? Pluszpont. Aztán a sminklemosás második lépése, ez a gyengét lemosó, ami tisztít és leold. Ezt is nagyon szeretem használni, úgy érzem, hogy tényleg maradéktalanul tiszta lesz utána az arcom, illetve a legkevésbé sem irritál, nem feszül az arcbőröm a használata után. Nagyon-nagyon szeretem, ezeket már most újra is vettem, és szerintem maradok is egyelőre náluk. A Geek & Gorgeous termékeket meg lehet rendelni online is, én eddig így tettem, viszont egyes németországi DM-ekben is kapható már a márka. Én üzletben még nem találkoztam vele, viszont várom a lehetőséget, hogy minden termékük itt is elérhető legyen a polcokon, addig pedig rendelem őket. Az arckrémem is, amit meg szerettem volna nektek mutatni, a Geek & Gorgeous-től van. Azt hiszem, hogy ebből is elhasználtam már 2 tubussal. Amit el tudok róla mondani, hogy télen, nyáron, nappalra és éjszakára is tökéletesen hidratálja az arcbőrömet. Nagyon szeretem, nagyon gyorsan beszívódik, könnyűre sminkelni. Ahogy mondtam, mindig tökéletesen hidratál, nem érzem úgy, hogy húzódik az arcbőröm, miután használtam, vagy hogy túlságosan sok lenne. Szerintem ez is egy olyan termék, ami mellett most egy ideig ki fogok tartani. Az utolsó termék ebben a kategóriában az a Laneige márkától egy ajakra való maszk, amit én elsősorban estére szoktam felvinni, attól függően, hogy mennyire érzem száraznak az ajkaimat, valamikor csak vékonyabb rétegben, valamikor vastagabban, és amikor reggel felkelek, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire kiszáradtnak éreztem előtte nap a számat, akkor olyan, mintha ez így meg sem történt volna. Szerintem nagyon-nagyon jó a hidratáló hatása, több változatban is elérhető ez az ajakmaszk. Nekem ez a rózsaszín, kicsit ilyen édesség, rágógumi illatú változat van meg. Nagyon szeretem, szerintem rengeteg ideig elég lesz, mert hogy 20 g terméket tartalmaz ez a kis tégely. Az ára az nagyjából ilyen 20 euró körül van, és a Sephora-tól rendeltem meg, viszont szerintem megéri, és tényleg nagyon kiadós. A következő kategória az a szájápolás. Ugye tavaly, azt hiszem, hogy nyár végén vagy ősszel elkezdtem egy ilyen parodontózis kezelést, és ennek a keretén belül elbeszélgettem egy dentálhigiénikussal, hogy hogyan lenne érdemes, milyen eszközökkel az én amúgy szorosan ülő fogaimat tisztítani, és ő ajánlotta a Waterpik márkától a szájzuhanyt, amit utána meg is vásároltam. Nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. Az egyetlen hátránya is rögtön ezzel kezdek, mert amúgy semmi kivetni valót nem találok benne, az az, hogy nem túlságosan utazás kompatibilis, épp ezért, amikor ugye dolgozom és a munkahelyemen töltöm az éjszakát, akkor nem szoktam magammal vinni, szóval nagyjából minden második nap szoktam használni, viszont amikor használom, és amúgy csak este szoktam bevetni, akkor mindig annyival tisztábbnak érzem így a szájápolás, a fogmosás utáni végeredményt. Az egészet úgy képzeljétek el, hogy ugye egy elektromos fogkefével, amit továbbra is nagyon-nagyon szeretek, a Philips Sonicare-től, megmosom először a fogamat, és utána megyek végig ezzel a fejjel így a fogaim között. Abszolút észre lehet venni így reggel a lehelletemen is, hogy használtam ezt a terméket, és nagyon kíváncsi vagyok, mert azt hiszem, hogy majd most áprilisban megyek a következő parodontózis kezelésre, hogy akkor mit mondanak, hogy mennyire lehet tényleg észrevenni azt szakember szemmel is, hogy jóval több időt és energiát fektetek a szájápolásomba. A másik szájápolási kedvencem az a DM saját márkás
fogsejmem. Ehhez hasonlót ajánlottam, hogy a dentál higiénikus is, viszont az az Oral-B márkától volt, és nem ilyen volt a koncepciója. Én ezzel tudom megtisztítani a fogközeket, és amiben hasonlít ahhoz az ajánlott Oral-B fogsejemhez, hogy ennek is lapos a felülete. Úgyhogy a szorosabban ülő fogakat is elvileg jobban meg lehet vele tisztítani, és azt kell mondanom, hogy nekem nagyon bevált. Ugye a szájzuhanyt azt este szoktam használni, a fogsejmet pedig reggelente, és nekem így ez a kombináció tökéletesen működik. Testápolás kategóriában egyetlen egy terméket hoztam ide, méghozzá a Baleától, a Natural Beauty vonalról egy tusfürdőt, amit nagyon szeretek, nagyon szeretem az illatát, nagyon szeretem, hogy jól habzik, nem szárítja a bőrömet. Régebben is használtam Balea tusfürdőket, viszont nem Natural Beauty kategóriában, hanem tudjátok ezeket a teljesen sima tusfürdőket, amiből szokott lenni rendszeresen limitált kiadás is, és mindig az volt a problémám vele, hogy kellemes az illata, viszont, hogy már így használat közben is úgy éreztem, hogy szárítja a bőrömet. Na ennél ez nem fordul elő, úgyhogy szerintem ebből a vonalból még biztos, hogy fogok más illatokat is kipróbálni. Ami még talán a testápolás kategóriához kapcsolható, az egy parfüm, méghozzá a Cárkó parfüm márkától a The Muse illatuk. Isteni finom tisztaság illata van, ez a mosóporos, vakító, fehér tisztaság illat, amibe keveredik egy kis öblítő illat is a klasszikus vonalból. Én nagyon szeretem. Ezt amúgy Martintól kaptam Valentin napra, és szerintem ahhoz képest, hogy nincs meg olyan régóta, már elég sokat használtam belőle, így az utóbbi időben azt hiszem, hogy ez lett így az alap illatom, amit a legtöbbször használok, és ami utána legtöbbször nyúlok. Rajtam meglepően tartós, tényleg így napközben is megcsap saját magamon az illata, ami az én esetemben elég kevés parfümnél fordul elő, úgyhogy ha ti is szeretitek az ilyen tisztaság illatokat, ami amúgy hasonlít a H&M t-shirt parfümének az illatához is, akkor szerintem érdemes kipróbálni, illetve hasonló illatokat ajánlhattok nekem nyugodtan hozzászólásban is. Sminkek kategóriában egy olyan termékkel kezdek, amit szerintem már mutattam nektek, méghozzá az Art Deco-nak erről a színezett ajakbalzsamáról van szó, ami így pH-értékre reagálva meg is fogja az ajkakat, vagy valami ilyesmi, elvileg így a hivatalos szöveg. Nagyon szeretem, egyet már elhasználtam belőle, és ennek is már így a felét elfogyasztottam, mert ez az utóbbi hetekben, sőt hónapokban az a termék, amit így a mindennapokban a legtöbbször használok. Ezt dobom be a táskámba, szerintem nagyon kellemes viselet, nem szárítja az ajkakat, illetve ugye napközben többször is fel szoktam vinni, és miután lekopik a fénye, azután lehet látni, hogy tényleg beszínezi az ajkaimat. Nálam egy nagyon szép rózsaszín végeredményt hagy maga után, szóval tényleg imádom. A következő egy korrektor, amit szemek alá kell használni, méghozzá a Charlotte Tilbury márkától. Nekem az 1-es árnyalat van meg, és ez tulajdonképpen arra hivatott, hogy színkorrekcióval segítsen eltüntetni a szem alatti sötét elszíneződéseket, karikákat. Nekem nagyon bevált erre, nem mondom, hogy tényleg mindent bombasztikusan elfed, viszont szépen kiegyenlíti ezt a színbeli különbséget, és ami még jó benne, szerintem, hogy nagyon természetes a végeredmény vele, úgyhogy ha nem szeretnétek amúgy sminkálni, csak így ezeket a karikákat egy kicsit minimalizálni, akkor arra is tökéletesen használható, tényleg frissíti a tekintetet. Ezt a kedvencemet nem lehet most már a drogériában megvásárolni, viszont azért teszem bele ebbe a videóba, mert Amazonon még elérhető, ez pedig nem más, mint a Catrice-tól egy ilyen highlighter és pirosító paletta, amiben van 2 highlighter, az egyik egy picit sötétebb, úgyhogy ezt például nyáron használtam, a világosabb az, ami a mostani színemhez tökéletesen passzol, és van egy ilyen gyönyörű fényes pirosító is bennem. Megmutatom egy kicsit közelebbről is, gyönyörűek a színek, gyönyörű a terméknek a fénye, nincsen tele csillámmal, hanem csak egy ilyen szép ragyogást hagy maga után. Most elgondolkoztam rajta, mert láttam, hogy Amazonon elérhető az a változata is, amiben bronzosító és highlighterek vannak, hogy esetleg megrendelem azt is, mert egy ilyen palettát már nagyjából elhasználtam, ugye mihelyt is eléri az ember így a terméknek az alját, amit én a pirosítónál és a highlighternél is elértem, akkor utána elkezd letörni a megmaradt termék, úgyhogy azt már nem igazán tudtam használni, viszont biztos vagyok benne, hogy az esküvőmön is ezt szeretném majd használni, és így a hétköznapokban addig is nagyon-nagyon szép. Az utolsó kedvenc sminktermékem
az egy szempilla spirál a Lancôme-tól, amit most már azt hiszem, hogy szerintem egy ilyen 4-5 hete használok. Most is ezzel spiráloztam ki a szemeimet, a szempilláimat jobban mondva. Szerintem szép eredményt lehet vele elérni, nem tapasztja össze a szempillákat, szépen hosszít. Én külön megemlíteném, hogy nem szoktam szeretni az ilyen ívelt fejű szempilla spirálokat, viszont ennek a fejével valamiért nagyon-nagyon jól kijövök. A tartósága is abszolút rendben van, viszont mégsem érzem azt, hogy órákig kell dörzsölni, mire le tudom oldani, úgyhogy most ezt a szempilla spirált használom a legszívesebben. A ápolás kategóriában a legelső, amit megemlítenék, hogy január közepén voltam fodrásznál, és be lett melírozva a hajam. Én nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, nekem nagyon tetszik. Tudom, hogy ez nem mindenkinek a véleménye, és ez így abszolút rendben is van. Most a napokban megyek majd frissíteni, ugye nagyjából egy ilyen 8-10 hetente tervezek menni, és most, amikor megyek, akkor lesz nagyjából ilyen 9 hete, hogy meg lett csináltatva. Én úgy gondolom, hogy még most is abszolút vállalható, nem sárgult be nagyon a hajam, ezt is így kedvencek között említeném meg. Szeretnék majd egy aktuális hajápolási és hajformázási rutinos videót készíteni a közeljövőben nektek, mert ugye megváltozott azoknak a termékeknek a listája, amiket most használok a hajamra, már csak ugye a melírozás miatt is, illetve azért is, mert mostanában már nem göndören hordom, vagy hát hullámosan, hanem így egyenesen kivasalva. És az egyik termék, ami segít ebben, ezt szerintem évekkel ezelőtt már biztos, hogy mutattam nektek kedvencek között, mert használtam évekkel ezelőtt is, és nagyon elégedett voltam vele. Ez a Paul Mitchell-től a Super Skinny Serum, ami, hogyha kerülitek a szilikonos termékeket, akkor ez nem nektek való, viszont én pont azt szeretem benne, hogy úgy érzem, hogy anélkül, hogy elnehezítené a hajamat, ad neki egy kis testességet, segít abban, hogy egyenesebb legyen a végeredmény, és egyszerűen egészségesebbnek látom így a használata után a hajamat. Kellemes az illata, bár ezt csak így zárójelben jegyzem meg, mert ugye nem ez a legfontosabb tulajdonság ennek a terméknek, viszont én nagyon szeretem használni. Illetve van még itt egy hajolaj is, amit hajmosás után még a nedves hajon szoktam használni. Ez pedig nem más, mint a Gisu, többféleképpen hallottam már kiejtve ezt a márkát. Amit nagyon szeretek benne, hogy tényleg érzem a különbséget. Előtte is használtam hajolajokat, és ezeket használom amúgy tovább most aktuálisan is, viszont nem hajmosás után, hanem így két hajmosás között szoktam a hajvégeket ápolni velük, viszont ennél érzem, hogy tényleg van egy hidratáló hatása, hogy tényleg puhítja a hajvégeket, és nem csak addig a pár percig, amíg felviszem, hanem utána ezt még másnap is abszolút érzem a hajvégekben. Nem nehezíti el a hajamat, nem áll össze, nem tapad össze, nem lesz ilyen zsíros hatású a végeredmény vele. Emellett nagyon kellemes illata van ennek is. Az egyetlen negatívuma, amin én szívesen változtatnék, az ez a pipettás kiszerelés, mert szerintem nem praktikus, de ugye jól néz ki. Étel és ital kategóriában is van itt kettő darab termék, amit szeretnék nektek megmutatni. Az egyik egy műzli a Hammermühle márkától. Ez egy mogyorós, pörkölt mogyorós, crunchy műzli, ami amúgy gluténmentes, nekem ez ugye nem szempont, viszont hogyha nektek gluténmentesen kell étkeznetek, akkor tudom nagyon jó szívvel ajánlani. És kókuszreszelék is van benne, úgyhogy tényleg nagyon finom, mogyorós, kókuszos íze van, és nagyon roppanós, úgyhogy nagyon szeretem mostanában. A másik pedig egy kávé, amit a munkahelyemen szoktam fogyasztani. Ott ugye van az irodában egy ilyen Nescafé Dolce Gusto kávéfőzőgépünk, és a Café Allé, remélem, hogy jól ejtettem, hogy ezt szeretem a legeslegjobban benne használni. Annyira finom az íze, ebben ugye van már egy kis hozzáadott tej is, viszont ezt is felszoktam még mindig önteni tejjel, mert én teljes kávét szoktam inni az esetek nagy részében, és nagyon-nagyon finom. Itthon ugye továbbra is a De'Longhi teljes automatát használjuk, viszont mindig örülök így a munkahelyi kávézásoknak, mióta ezt a kapszulát használom. Háztartás, itt van kettő darab takarítószer. Az egyik a Sagrotan márkától, ez egy univerzális tisztítószer, ami fertőtlenítés, elvileg a baktériumok és a vírusok 99,9%-át eltünteti, megszünteti. Én ezt a WC-k és a macskaalmok takarításához szoktam mostanában használni, ugye éveken keresztül a Frosnak a termékeit használtam itthon, viszont
egyszerűen meguntam, és kellett egy kis változatosság, úgyhogy áttértem erre a Szágrotánra. Nagyon szeretem az illatát, tényleg úgy érzem, hogy megbízható így a hatékonysága, úgyhogy jó szívvel ajánlom ezt is. A másik pedig a The Pink Stuff márkától egy ilyen paszta, amit elég sokféleképpen lehet felhasználni. Ezzel sikerült már sütőt takarítanom, gáztűz helyett nagyon szépen megtakarítanom. A konyhaszekrénynek a tetején, ahol ugye hajlamosak leülni ezek a kicsit zsíros lerakódások, mert ugye főzés közben így felszállnak így ezek a gázok, gőzök, na ott is tökéletes munkát végzett. És a legújabb nagy challenge, amit teljesített, az egy serpenyő aljának a megtakarítása volt. Arra is ugye hajlamos egy ilyen réteg ráülni, hogyha így hőzés közben valami olaj mellé megy, stb., akkor tudjátok, van egy ilyen tipikus elszíneződése ennek serpenyőkön, és hát ezt így szinte teljesen eltüntette az IKEA serpenyőnkről, úgyhogy szuper cucc. Az Actionben vásároltam, de azt hiszem, hogy itt Németországban a Teddyben is lehet kapni, illetve Amazonon is elérhető a termék. És amit nagyon szeretek hozzá használni, biztos láttátok már ezeket a szivacsokat. Én TikTokon találkoztam vele először, és ezt is azt hiszem, hogy az Actionben vásároltuk. Fogalmam nincs, hogy ez a mami vagy a daddy változat, de nagyon-nagyon jó. Én nem mosogatáshoz használom, hanem takarításhoz. Tényleg annyira jó ez a felülete, hogy mindenféle szennyeződést leszed így a gáztűzhelyről, a mosogatót ezzel szoktam kisúrolni, sütőben is használtam már. Divat kategóriában kettő dolgot szeretnénk nektek mutatni, az egyik, amiben most így nem láttok sokat, viszont be fogom nektek linkelni ezt a ruhát. Nem tudom, hogy megtalálom-e még ebben a színben, viszont lilában még megvan, és lilában is megvan nekem. Az ASOS oldalán lehet megrendelni, amúgy ez a Monki márkától van. Nagyon szeretem, ez egy midi méretű, vagy midi hosszúságú kötött ruha, amit először 2022-ben vásároltam meg magamnak, és akkor is annyira megszerettem, hogy beszereztem belőle, azt hiszem, hogy akkor két vagy három szint. Mostanra azt hiszem, hogy 6 vagy 7 ugyanolyan ruha, csak ugye más-más színben lóg a ruhászekrényemben, annyira szeretem ezt a szabást, nagyon szeretem, hogy nagyon kellemes puha az anyaga, egyszerűen tökéletes a szabása, legalábbis így számomra. Kékben, rózsaszínben, lilában, feketében, limezöldben, nyúcszínben, azt hiszem, hogy ennyi, ami megvan. És ezt is nagyon jó szívvel ajánlom nektek, mert szerintem ez egyszerre egy ilyen klasszikus, nőies ruha, viszont kiegészítőkkel lehet vagányabbá is tenni, úgyhogy tényleg sokféleképpen hordható. A másik dolog pedig a Kate Spade New York táskám, amit én a Fashionette oldaláról rendeltem meg. Azt hiszem, hogy már nem elérhető, ezt ugye lehet hordani így váltáskaként is, én viszont az esetek 98%-ában crossbodyként szoktam viselni. Nagyon szeretem, hogy nagyon strapabíró, nagyon-nagyon jól néz ki, szerintem nagyon klasszikus és nőies, mégis így a lánccal, illetve ezzel, hogy egy kicsit ilyen rózsgoldos a szerelékeknek a színe, valahogy nekem mégis vagány, ha még ezt a szót így lehet használni. Nagyon szeretem a táskának a kialakítását és a rendszerezését, nem is tudom, hogy hívják ezt így a különböző fakkokat, amiből áll maga a táska, mert nagyon praktikus. Biztos vagyok benne, hogy ezt még tavasszal és nyáron is nagyon-nagyon sokszor fogom viselni, de tökéletes kiegészítőm volt most így az ősz és a tél folyamán is. Az Aurora gyertyákat időről időre mindig ajánlom nektek, és most is három illatot szeretnék megemlíteni. Ebből csak egy van itthon, az Eper Cocktail, a másik kettőt azt a munkahelyemen szoktam égetni, ugye oda is rendszeresen viszek be magammal a gyertyákat, és valahogy így mindig tudják a gyerekek, hogy ki van éppen műszakban, mert amikor már belépnek lent az ajtón, ugye az irodánk az az első emeleten van, már akkor szokták érezni egyes gyertyáknak az illatát, és tudják, hogy oké, Évi van itt, ami szerintem tök jó, és nekem is ad egy ilyen otthonosság érzetet bent a munkában. Nagyon szeretem azt is, hogy fakanócos gyertyákról van szó, ugye Lilláéknak az egy családi vállalkozása, szójaviasz gyertyákat készítenek, és ennek az Eper Cocktailnek is annyira finom, friss, tavaszias, epres illata van, hogy oda meg vissza vagyok érte, ezt ugye most itthon szoktam így égetni. Hogyha rendeltek az Aurora Candle-től, akkor az Évi kuponkóddal 10.000 forint feletti vásárlás esetén kiválaszthattok egy vintage méretű extra ajándékgyertyát az én kedvenceim közül,
ami amúgy folyamatosan bővül így a listám, mert mindig vannak új termékek így Lilláéknál, és most is már úton vannak hozzám a tavaszi újdonságok, úgyhogy szerintem majd ezekből is felkerül erre a listára. Talán a legrandomabb kedvencem az egy toll. Ugye itthon is elég sokat szoktam így írogatni, nem tudom, ilyen YouTube-bal kapcsolatos ötleteket, vagy unblock valamilyen terveket, de a munkahelyemen is sokat szoktam írni, van egy kis füzetem, amiben a to-do listámat vezetem. Ez egy sima, egyszerű, feketén fogó toll, viszont annyira szépen fog, nem maszhatolódik el, tényleg gyorsan megszárad, nagyon jó a fogása, és ezt amúgy egy olyan szedben rendeltem meg Amazonról, amiben, ha jól emlékszem, akkor 5 toll volt, és mindegyik ilyen szürkés vagy nude színben, illetve egy rózsaszín is volt köztük, úgyhogy szerintem még jól is néznek ki, de tényleg nagyon-nagyon szeretek velük írni, úgyhogy ezért tettem bele ebbe a videóba. Az utóbbi időben inkább olvastam, viszont megnéztem egy sorozatot is a Netflixen, méghozzá a One Day című sorozatot. A filmet, amiben ugye Anne Hathaway a főszereplő, azt láttam már nem is egyszer, és nagyon szeretem azt a filmet, amikor éppen olyan hangulatom van, akkor újra szoktam nézni, és szerintem maga a sorozat is nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon népszerű most ez a sorozat, főleg így a TikTokon látom, hogy mindenki ilyen reakció videót tölt fel róla. Szerintem a film is megéri azt az időt, hogy megnézze az ember, de a sorozatot is mindenképpen ajánlom. És ha már említettem a könyveket, akkor Ashley Postontól a Halott romantika volt az idei évem eddigi kedvenc olvasmánya, és a legnagyobb pozitív csalódásom is, mert valamiért, hogyha olyan hangulatom van, akkor szeretek romantikus filmeket és sorozatokat nézni, viszont a romantikus könyvek, így a klasszikusokat leszámítva, ugye például Jane Austen az egyik kedvenc írónőm, de hogy azt a klasszikus vonalat leszámítva, nem igazán szoktam szeretni a csöpögős, nyálas történeteket. És ez a sztori is romantikus, viszont nem abból a fajtából, amiből úgy gondolom, hogy úristen, hogy ilyen nincs is, hogy tényleg ez a túl idealizált változata a szerelemnek és egy kapcsolatnak, és egy kapcsolat kialakulásának. Hozzáteszem, hogy itt van azért egy túlvilági faktor is, ami szerintem nagyon-nagyon sokat dob a sztorin, és nagyon érdekessé teszi azt. Nagyon gyorsan végeztem a könyvvel, szerintem abszolút megéri kézbe venni, és legalább olvassátok el a tartalomjegyzéket, ha az felkelti az érdeklődéseteket, akkor szerintem nem fogtok benne csalódni. Amúgy aktuálisan most elkezdtem egy ilyen könyves videót is forgatni, amiben nyomon követhetitek az aktuális olvasmányaimat, és ezekről mesélek így nektek, éppen attól függően, hogy melyik oldalon tartok, hogy akkor mit gondolok így a sztoriról. Még erre szerintem várni kell egy kicsit, mert most így az utóbbi 3 hétben megint kevesebbet olvasok, kevesebb is az időm rá egyrészt. Megint örömömet lelem abban, hogy esetleg YouTube videókat is nézek, de érkezik majd egy ilyen videó is, csak hogy tudjatok róla. A legeslegutolsó kedvencem pedig az elektromos kandallónk, amit tavaly Black Friday alkalmából vásároltunk. Nagyon szeretem, tényleg mindig azon kapom magam, hogy mihelyst elkezd sötétedni, azonnal bekapcsolom az LED gyertyákkal együtt, mert számomra nagyon hangulatos, és valahogy jót tesz, hogyha több fényforrás is van a lakásban, ezzel kompenzálva ugye a kinti komorságot és sötétséget, ami így az őszi és téli hónapokban elég nagy részt jelen van az életünkben. Úgyhogy ezt is tudom, hogy kértétek, hogy linkeljem be, úgyhogy be fogom nektek linkelni, az Ottóról rendeltük, és nagyon-nagyon szeretem. Van amúgy fűtés funkciója is, és egy párszor ki is használtuk, és nagyon gyorsan felfűti így a nappalinkat, de elsősorban ugye nem ezért rendeltük, hanem így fényforrásként funkcionál nálunk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Írjátok meg nyugodtan, hogy mi a ti aktuális kedvenc terméketek, hogy mi az, amit ismertek azok közül, amiket megmutattam nektek, és ti is szerettek, vagy éppen nektek nem vált be. Találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!